Önök a Tatabányai József Attila megyei és városi könyvtár podcastjét hallgatják. Novellák, regények, mesék, huncutságok, helytörténeti anyagok. Foglalkozunk mindennel, ami érdekes lehet a helyieknek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Jam Podcast hallgatóit, országos könyvtári napok vannak éppen, és mi sajnálatos módon az online térbe kényszerültünk. Egyrészt azért, mert hát a vírus helyzet miatt, másrészt pedig azért, mert nincsenek éppen szabad tereink, ahol a vendégeinket fogadhatnánk, hiszen az új könyvtár költözés alatt áll, de nagyon remélem, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk. Most viszont így a virtuális térben kell velünk megelégednie a hallgatóknak. Mai vendégünk egy nagyon kedves kollégám, dr. Horváth Géza, aki a múzeális gyűjteményről fog egy kicsit mesélni nekünk, hiszen a megyei könyvtárban ilyen is van. Géza, mit kell tudni a múzeális gyűjteményről? holnap reggelig is mesélhetnénk, de ennyi időnk nincsen, és túl unalmas is lenne. Talán azzal kezdeném, hogy egy közművelési könyvtár feladatai között nem elsősorban az ilyen múzális könyvek gyűjtése és a vele való foglalkozás tartozik elsősorban. De felvállalt feladatunk, és nagy szeretettel végezzük ezt is. Én is sajnálom, hogy nem tudom képeken bemutatni a gyűjteményünket, talán szóban megpróbálom ecsetelni. Alapjait 1980-as évek elején vetettük meg, akkor sikerült külön pénzből megvásárolni egy Komárom megyei Csép kisközség, kis község kisnömesi könyvtárát, és ebből válogattuk ki azokat az 1850 előtti dokumentumokat, amelyek az alapját képezték gyakorlatilag. Ugye ez a helyismereti külön gyűjteményünk külön gyűjteménye, ami azt jelenti, hogy megfelelő szabály szerint, illetve könyvtári eleírások szerint kezeljük. A megyei könyvtár korábbról nem örökölt jelentős gyűjteményeket, ezért az intézmény és a megyei helytörténet szempontjából fontosak ezek a kiadványok. Három dolgot érdemes róla tudni még, azt, hogy a helyi szerző, a helyi tartalmú munka, illetve a helyi nyomda termékei találhatók meg a jelzett időhatár előttről döntően. Egyébként 12 darab RMK-nk is van, a régi magyar könyvtár, ami az 1711 előtt megjelen nyomtatványokat regisztrálja. Melyik a legrégebbi könyv a gyűjteményben? Hát ez fogas kérdés, de valamelyik 17. század, most inkább nem hazudok semmit. Jó. A muzális gyűjtemény, mivel hogy régi könyveket tartalmaz, régi dokumentumokat tartalmaz, ezért nem mindegyik dokumentum van jó állapotban. Mit lehet tenni ezekkel a dokumentumokkal? Először is óriási segítség ez az új épület nekünk, mert már sikerült kipakolnunk, és végre egybe látjuk az egészet, tehát az állagvédelme gyakorlatilag megoldott a 21. századi feltételeket tudunk itt az állománynak biztosítani. Ez már hatalmas erőre lépés önmagában, ahhoz képest, ahogy eddig tárolni tudtuk őket. Mint említettem, nagyon jelentős történeti értéket képviselnek, de rossz fizikai állapotban vannak, és ezért pályázunk ezeknek a könyveknek a restaurálására. Ez is egy fontos feladatunk. Hány könyvet kellene restaurálni? Hát inkább azt mondanám, hogy 1996 óta, amióta a Nemzeti Kulturális Alappal és a restaurátor céggel kapcsolatban vagyunk, azóta az államoknak körülbelül a 10%-át sikerült. Tehát ez azt hiszem mindent elmondtam. Azt tudom, hogy volt egy nagy szünet a restaurálásban, pályázatot se írtak, ki nem volt arra forrás, hogy ezeket a könyveket rendbe tegyük. Hogyan sikerült mégis az elmúlt időszakban könyveket restaurálni? Hát, tatni sikerült, igen, mert volt egy kezdeményezésünk, bár nem túl sikeres, azt kell, hogy mondjam, de mégiscsak sikerült egy könyvet restauráltatnunk a volt korábbi polgármesterünk Smitszaba keretéből, az úgynevezett Fogadj Örökbe elnevezésű kezdeményezésünk keretében. Melyik volt ez a könyv? Ez a Smitszaba féle restaurált könyv. A, rögtön mondom, csak barokkos címlapja van, és körülbelül fél oldal önmagában a cím, amit nem fogok felolvasni, de azért beszélek róla valamennyit. Egy Kovács János nevezető 18. szádi szerzőnek a munkája, a magyar krónikának röviden lerajzolt sommája, és a többi, és a többi, és a többi. Mint említettem, barok címlapja van, tehát nagyon hosszú. Nos, ez egy rövid magyar krónika, amely a magyarok bejövetelétől, 373-tól kezdi tárgyalni a Magyarország ország történelmét, és 1626-ig tárgyalja. Főként hadi és politikai eseményekről ír, nagy figyelemmel kíséri benne a török ellenes harcokat, ugyanakkor világtörténeti eseményeket is megemlít, így például Amerika felfedezését, a szerzője katolikus, tehát már leírja véleményét a protestantizmussal szemben is műfaját tekintve egy évkönyvszerű annál lesz, de azért elég gyakran kommentál benne. Egy nagy levente nevezető tudományos kutató szerint az eredeti műszerzője Zényi Miklós, tehát ezt bővítette ki aztán a Kovács János nevű szerző, és 1872-ben került kiadásra. A Nemzeti Kulturális Alaptámogatásával ebben az évben is sikerült könyveket restauráltatni. Melyek voltak ezek? Három könyvet sikerült. Az első az egy evangelikus Biblia fordítás 1754-ből, egy Bárány György nevezetű evangélikus lelkész és csapatának a fordítása, a új testamenton fordítása. Bárány György a magyar pietizmus és az evangélikus egyház történetének nagyon jelentős alakja, tehát már a szerző is nyomatékot ad annak, hogy ennek a rossz állagú műnek a restaurálását megcsináltassuk. Tulajdonképpen a mi számunkra a jelentőségét az adja, hogy a példány elején és végén különböző kéziratos bejegyzések találhatók 1832 és 38 közötti időszakból, a Csépi, a akkori elnevezéssel Csepe nevezető községbeli középnemesi család egyik tagjától. Erről is sokat lehetne még beszélni. A következő kötet a Monumenta Hungarica, azaz magyar emlékezetes írások három kötetben. Ez Pesten nyomtatott 1810 6 és 17-ben nem kisebb ember írt hozzá előszót, az Ferenc. A munka elkészítését munkaszerzője Rumi és Rába Doroszlói Rumi Károly György bölcselti doktor, több megye táblabírája, jogtanár, evangélikus lelkész, író, irodalomtörténész, mezőgazdász, egy szóval polihisztor. A polihisztorok egyik ebrassai sámolja mellett, akik még a 19. század elején léteztek és mindenhez értettek. Most ennek a műnek a helytörténeti jelentőségéről beszélnék inkább nagyon röviden, az pedig a szerző személyében jelölhető meg, aki 1828 és 1847 között Esztergomban működött. Igaz, hogy a mű korábbi kiadása, de a szerző munkássága ad nyomatékot ennek a műnek a restauráltatására. Végül a harmadik az egy különleges mű, viszonylag ritka is a maga műfajában, egy Tóth Ferenc nevezető református püspöknek a Homil Étika című munkája. Ez Komáromban 1802-ben jelentették meg ezt a kiadást. Több kiadása is volt, Győrben ö, is kiadták, megjegyzem nagyon sok összefüggés van Győr és a Komáromi nyomdászat között, ez véletlenül értek. Tehát a homil étikának a jelentése magyarul az egyházi szónoklat tan. Tehát ennek a műnek a tartalma az úgy foglalható össze, hogy milyen szerkezetű és milyen szabályok szerint kell egyházi szónoklatot, magyarul prédikációt tartani. Ennek a történetét összefoglalja és a főbb szabályait, típusait, stb. Ugye a helyi nyomda terméke, ez nyomdászat és helytörténeti jelentőségét aláhúzza. Hogyha valaki meg szeretné nézni, vagy szeretne kutakodni a múzeális gyűjteményben, megteheti -e? Nagyon könnyen, mert az Országos Széchenyi a nyilvántartásában, illetve a Mokka erben is szerepelünk, tehát gyakorlatilag a katalógus szinten otthon is utána nézhet annak, ami éppen érdekli. De természetesen magát a művet is kézbe adjuk, utána nyilvánvalóan, amint sikerült kinyitnunk a könyvtárat, megfelelő szabályok szerint, tehát kezdjük be, és a többi, és a többi természetesen rendelkezésre bocsátjuk. És nagyon örülünk, hogyha érdeklődnek irántuk, mert ez, ez egy tényleg ritkaságtatabányán azt kell. Hány kötet van zárásul a muzeális gyűjteménybe? Hány dokumentumot tartalmaz? Köszönöm szépen a szakszerű kérdést. Az 1220 valamennyi, ha csak a 14 darabot most vagy hozzáadtam, vagy nem, ami az előző évben gyarapodott. Tehát fontos még hozzátenni, hogy nem egy holtállomány és zárt gyűjtemény ez, lehet használni, és a anyagi erőnközmérten gyarapítjuk is. Nagyon szépen köszönöm dr. Horváth Gézának, a helyismereti gyűjtemény gondozójának, hogy bemutatta a restaurált könyveinket és a múzeális gyűjteményt. Maradjanak velünk továbbra is így online a virtuális térben. További szép napot kívánok önöknek! Önök a József Attila megyei és városi könyvtár podcastjét hallották. Ne felejtsék, maradjanak otthon és olvassanak sokat!